Köszöntöm Önöket! A mostani vendégemről már kisbolygót is elneveztek, nem sok magyar van, aki így járt életében, és hát olyan módon tud beszélni a felfoghatatlan világűről, mint szerintem senki más. Ráadásul azt is tudja, hogy visszalátunk-e az ősrobbanásig, a világ mindenség keletkezéséig az új űrtávcsővel, hogy mit várhatunk a Marstól, és megtaláljuk-e valahol ott a vizet, meg hogy mi végre van nekünk, vagy lesz nekünk egyszer majd magyar űrhajósunk megint, mi a jó ebben nekünk. Hát szóval ezekről fogunk beszélgetni terveink szerint, lássuk is, hogy ki a vendég. Kis László, 49 éves fizikus csillagász, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, kutatóprofesszor, az MTA Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontjának főigazgatója, az MTA Csillagászati Intézetének igazgatója. 2002 óta egy aszteroida is viseli a nevét, pontosabban a 113202 Kis László nevet. 7 éven át Ausztráliában végzett kutatómunkát, majd az exobolygó kutatási tervével tért haza. Emellett számos kisbolygót felfedezett, az elsőt szűkebb szülőföldjéről Horgosnak nevezte el. Népszerű témája az élet lehetőségei az univerzumban. 113202 Kis László. Köszöntöm szeretettel. Szép jó napot, szép jó estét kívánok. Az mi az a 113202 a neve előtt? Az egy sorszám, ugye a kisbolygókat egy szerv tartja nyilván, egy szervezet, a Nemzetközi Csillagászati Unió kisbolygó központja, és megvannak annak a lefektetett szabály, hogy hogyan kaphat nevet a naprendszerünkben a bolygóközi térben keringő új kisbolygó. Ezek ilyen sziklák, sziklás égitestek. Ja, rólam elnevezettet Sárneczky Krisztián barátom fedezte föl évekkel, sok évvel ezelőtt, és a felfedező joga mindmáig a csillagászatban, hogy nevet adjon az általa felfedezett kisbolygónak. De ez több évig eltart, akkor nevezhetünk el egy égitestet felfedezőként, amikor már legalább 5-10 évre előre meg tudjuk mondani, hogy merre jár a naprendszerbe, tehát ki tudjuk számolni, hogy hol fog járni a jövőben, például becsapódik-e esetleg a Földbe. Az én esetemben ettől nem kell tartani, valahol a Mars és a Jupiter pálya között keringek egy unalmas főövi kisbolygóként, és amikor megvan ez a pontos pálya, akkor lehet javasolni egy nevet tudósokról, művészekről, és hát ezt Sárneczky Krisztián nagyon nagy aktivitással művel, hiszen mit tudom, én legutóbb, ugye Karikó Katalinról is elneveztünk. De most saját magáról is elnevezhette. Most már van Sárneczky is. Egyszer régen elneveztük valójában. Ami fontosabb szerintem, és aktuálisabb például ezen a területen az elnevezés kapcsán, hogy van egy nagyon szép szokás, amit a Nemzetközi Csillagászati Unió mindmáig fenntart, hogy az üstökösök, azok a felfedezőjükről kapják a nevüket. És ugye január 2-án 2022-ben az év első üstökösét, aminek a jelzése is az, hogy 2022 A1, az A-adik fél hónap első üstököse, az a Sárneczky nevet kapta, hiszen a Piszkéstető Obszervatóriumban Sárneczky Krisztián felfedezett 36 év hiátus után újból Magyarországról egy üstököst, ami naprendszerünkben egy ilyen kómás, csóvás, kigőzölgő égitestet, hát ez se fog nekünk jönni, hál' Istennek egyébként, most valamikor január végén lesz majd napközelben, és aztán távolodik tőlünk, jelenleg úgy tűnik, hogy 100 000 évekig. Jó, hát ez jó, hogy birizgálja ez a kijön nekünk és kimegy el mellettünk témát, mert ezt úgyis szóba akartam hozni, itt van a Ne nézz fel című film, fel, igen. Ami hát egyrészt Leonardo DiCaprio-nak köszönhetően, másrészt a témának köszönhetően is nyilván óriási szenzáció most a világban, nálunk is, rengeteg igen. Poszt, írás, kritika, minden született róla. Így van. És nagyon kevesen kapirgálják azt, hogy ez a történet, ez igazából nem arról szól feltétlenül, hogy becsapódik-e egy kisbolygó, vagy valami a Földbe, hanem hogy pusztítjuk el a Földet mindentől függetlenül, a saját butaságunkkal. Tehát igazából nem a kisbolygó, hanem mi vagyunk a Föld veszélye. És én hadd tegyek még ehhez a fölvezetőszerű mondathoz egy további kiegészítést, szerintem nem csak erről szól. Én megnéztem kétszer is ezt a filmet, mert egy lapnak írtam róla egy ilyen kis véleményt, és az az igazság, hogy én felfedezek azért a, mondjuk így azt, hogy a tudomány kritikája mellett az amerikai társadalom, a fogyasztói társadalom, a politika által polarizált közélet kritikája, és igen, az emberi gyarlóságok kritikája mellett egy mélyen emberi vonást, amit bemutat ez a film. Ugye a Ne nézz fel, az egy világvége film. Ezzel talán nem lövünk le semmit, hiszen már mindenki elolvasotta, hogy miről szól. Így van. Jön egy üstökös, 6 hónap múlva becsapódik, hogyan reagál erre az emberiség.
És a helyzet az, hogy én jó másfél évtized ezelőtt egy katolikus homíliában hallottam egy tanítást, ami arról szólt, hogy a bibliai világ vége történeteket a legtöbb ember félreérti. Mert a világ végét azt úgy szoktuk elképzelni, hogy fizikai megsemmisülés, milliárd halottak, minden pusztulás, fájdalom, halál, kín. Pedig, mondta a tanító, egy ausztrál, egy Sydney pap, egy katolikus pap, a világ vége az valójában allegória a Bibliában, és általában a nagy világvallásokban, a mi saját halálunk. A mi saját halálunknak az allegória. Hiszen amikor én meghalok, akkor számomra a világ véget ér. És igazából, ha innen nézzük, akkor én bennem például a film megtekintése közben nagyon visszhangzott ez a gondolatmenet, hogy valójában az ember, amikor szembesül a saját halálával, egy rákbeteggel közlik, hogy fél éve van még hátra, nem tud 6 hónapon keresztül, jaj, most akkor sírok, jajgatok, és akkor jaj, én meghalok. Nem. Az élet, az élni akarás, a hétköznapi élet, az igenis tovább megy az utolsó pillanatig. És szerintem erről a mélyen emberi fundamentális tulajdonságról, hogy nem tudjuk fölfogni. Hogy mondjam, ugye tanatológusok tudnak ezzel foglalkozni, halálpszichológiájához értő szakemberek, hogy milyen stációi vannak a gyásznak. De az, hogy az élet az valójában tovább megy, még akkor is, amikor tudjuk, hogy meghalunk, és egyszerűen visszasüllyed, visszajutunk az élni akarásba, a hétköznapi életbe, ez szerintem nagyon szépen lejön ebből a filmből, és én nem azt mondom, hogy az emberiség oly mértékben ostoba, hogy még megmenteni sem érdemes, mert volt kritika, ami ennyire leegyszerűsítve mutatta be ezt a Ne nézz fel című filmet. Miközben benne van a filmben ez is. Benne van ez is. Menthetetlenül idióták vagyunk. Benne van, persze, de nekem azért tetszik ez a film, mert legalább 5-6 különböző réteg benne van, és én ezt, hogy mi milyen emberként, valójában nem tudunk nem emberként viselkedni, és igen, gyarló emberként élünk, akár a legutolsó pillanatig, ezt szerintem nagyon szépen kijön ebből a filmből, és én ezt értéknek, és nem savanyú szatirikus kritikaként tekintem például ebben a filmben. Ez egészen vicces, különben, hogy vígjátékként van kezelve a film nagyon sok helyen. Igen. Mert hát azért legyünk őszinték, lehet rajta nevetni, de nem egy vígjáték. Hát ugye a komédia az a drámának a része. Igen. Az utolsó jelenetre, vagy még térjünk vissza, mert az különösen izgalmas, a túlélők története. De menjünk a legelejére, ha már ebbe így belebonyolódtunk, és szerintem érdemes is belebonyolódni. Lehetséges az, hogy jön valami, amiről nem tudunk, de azt látjuk, hogy fél év múlva itt lesz? Mert most fedezzük fel, és fél évünk van? Hát a dinoszauruszok tudnának erről mesélni, hogy hát 66 évvel ezelőtt nem haltak volna egy pont hasonló méretű égítés becsapódásának következtében. 66 millió évvel ezelőtt. 66 millió évvel ezelőtt, így van, akkor történt a kihalás, egy akkor történt becsapódás következtében. Ez a fajta... Na jó, de nekik nem volt távcsövük. Ezt nem tudjuk. Az alaptörténet... Hát tényleg nem tudjuk, bocsánat. Ez igaz. Az alaptörténet, ugye az, hogy felfedeznek egy üstököst, amiről fél év múlva, vagy fél év múlva becsapódást azonnal az első éjszakán már kiszámolják. Itt a tudós kicsit mosolyog, mert ilyen pontossággal felfedezés után egy-két nappal még nem lehet előrejelezni a dolgokat. De az, hogy maga ez a szcenárió előfordulhat egy távolból érkező üstökös kapcsán, az igaz. Az tény, hogy ennek az esélye őrületesen kicsi. Tehát egy ilyen kívülről jövő üstökös, amit nem láttunk soha korábban, és az pont eltaláljon minket, ez a nagyon kis valószínűségű, de ha bekövetkezik, akkor nagyon nagy hatású esemény. Erre a biztosító cégek nem kötnek biztosítást, mert ez egy annyira kis valószínűségű esemény. Ritkán van, de akkor nagyot szól. Ebből a szempontból például a tudomány oldaláról megközelítve ezt a kérdést, a naprendszerben keringő kisbolygók sokkal érdekesebbek, főleg azok, amelyek a Földünket megközelítik, mert közülük lehet olyan, amit mondjuk, ha nyomon követünk évekig, akkor kideríthetjük azt, hogy 50-100 év múlva akár belénk is csapódhat, és akár még egy Gellért-hegy méretű test becsapódása is egy várost képes letörölni a világ vagy a Föld felszínéről. Tehát a lényeg az, hogy ez, ami mondjuk egy realisztikusabb dolog, aminek kapcsán nem véletlen, hogy a NASA például tavaly évvégén elindított egy szondát egy Föld mellett elsuhanó kettős kisbolygóhoz, a Didymoshoz és a Dimorphushoz. Ez nem jön a Földünknek, tehát nem kell félreérteni, ez csak elsuhan mellettünk a Föld mellett, és 22. szeptemberben be fog csapódni egy 600 kilós próbatest a kettős kisbolygónál a kisebbikbe, a Holdba. És ez lesz az emberiség történetében először egy technológiai demonstráció, hogy tudunk-e módosítani egy kis égitest pályáján. És ez lesz az a nagy előrelépés, hogyha ezt meg tudjuk csinálni, hogy nézzétek,
meg tudjuk csinálni, ha felfedezünk egy olyan kisbolygót, amiről meg tudjuk azt mondani, hogy 50 év múlva becsapódik, akkor van esélyünk eltérni. A filmesek állandóan azzal bajlódnak, hogy hogyan lehet bombát juttatni ezekre a kisbolygókra, leszállunk rajtuk, beássuk, bomba robban, és darabokra esik, és nem lesz az Armageddonra is emlékszünk. Így van, tehát Bruce Willis is így menti meg a világot. Az izzadt felső testtel és olajfoltos fehér trikójában félkézzel megmentette a Földet. Így van, de hát őt ezért tartották. Őt ezért tartjuk mindmáig valójában. Ugye a probléma ezzel az, hogy ha fölaprítunk egy ilyen testet, az még jön. Az ugyanúgy jön, és egy kartácstűz 10 darab 3 kilométeresből, vagy egy darab 9 kilométeresből szinte mindegy. Tehát bárki, aki ezt komolyan veszi, és például a Nemzetközi Asztronautikai Unió két évente tart egy nagy közgyűlés, tavaly Bécsben tartották volna, de a korona miatt nem tudták, tartottak egy gyakorlatot, hogy eljátszották egy hét alatt egy fél éves, pont ugyanazt, mint a Ne nézz felbe van, csak ott egy kisbolygóról szóltak a mérések, vagy szóltak a szimulált aktusok, ugye a gyakorlat során is, ott is az volt, hogy próbáljuk eltéríteni, mert ez az, ami reális, hogy ne ütközzön már nekünk, úristen, hát ha egy helyet 30 jön, akkor is az üt. Tehát el kell téríteni a pályáról egy ilyen égitestet, ha ilyet felfedezünk. De nagyon fontos a monitorozás, a katalogizálás, megismerni ezeket az égitesteket, mert még egyszer egy futballpályányi, egy 100 méteres égitest, vagy egy Ellérthegynyi tömeg is képes adott esetben lokálisan nagyon nagy katasztrófát okozni. Tehát ez egy valódi tudományos kérdés. Felvetés. Egy ilyen globális katasztrófát az élővilág túl tud élni? Mi nem? Jó, az ember nem, mert az ember ott van a felszínen, az ember ott van kitéve mindenfajta hatásnak, de mondjuk a vízben élő lények, mondjuk a barlangokban élő lények, egyáltalán van esély? Patkányok és csótányok azok előnyben, egyértelműen. Tehát, ezt szoktuk mondani, igen, az atomháború kapcsán. Igen, tehát a lényeg az, hogy ugye jól lehet látni, hogy mi itt most beszélgetünk, igaz? Tehát ez egy relatíve erős empirikus állítás, és az élet pedig több mint 3 milliárd éve létezik a Földön. Tehát az élet túlélte a nagy kihalásokat. A nagy kihalásokat a földtudósok szeretik tanulmányozgatni, ugye régre lefúrnak, és akkor be lehet korozni, hogy pontosan az mikorról származik, és még a nagyon nagy kihalásos eseményeknél is azért egy ilyen 5-10% az élet élővilágnak túlélte. Tehát a lényeg az, hogy az élet az rendkívül ellenálló. Ezt ki lehet jelenteni, hiszen már majd 4 milliárd éve itt van a Földön. Az, hogy az emberiség túlélne egy ilyen globális katasztrófát, ez egy nagyon érdekes kérdés, valószínűleg valamilyen szinten igen, hiszen miért? Tehát, hogy mondjam, tehát nyilvánvalóan megvannak azok a kiváltságosok, akik a megfelelő vagy megfelelőnek hit távolságra el tudnának jutni ahhoz, hogy túléljenek, tehát ilyen kis enklávékat el lehet képzelni, de most jelenleg nem ismerünk olyan égitestet. Hova tudnának eljutni? Egy holdbázisra, most mondtam. De ma nincs. Ma nincs, hát ez hát nyilvánvalóan a jövőről. Ha történik most valami, akkor nincs hova menni. De ma nem ismerünk olyan égitestet, ami becsapódás veszélyes lenne, és ha jönne egy ilyen üstökös, amit mondjuk a Ne nézz felben felfedez a Jennifer Lawrence által játszott PhD hallgatón, nagyon realisztikus egyébként a tudósok ábrázolása a filmben. Nekem nagyon viccesnek találtam, akkor van egy rosszul nyilatkozó professzor, és a bennem élő média csillagász ordít, hogy mondd már a lényeget, te szerencsétlen, és nem mondja. Szóval a lényeg az, hogy... A néző is ordít, ugye, nem kell hozzá média csillagásznak lenni. Ugye a fél év... Tehát, amikor megmondja, akkor meg rosszabbat tesz, mint ha nem mondta már volna. A mai eszközeinkkel sokkal nagyobb távolságból képesek lennénk ezt felfedezni, nem fél évvel, hanem legalább 5-6, sőt inkább 10-15 évvel korábban, és akkor reálisabb lenne az, hogy a Földet megvédeni félnetek nem kell. Tehát adott esetben ez lenne ma egy realisztikus dolog, hogy az eszközeink szerencsére egyre hatékonyabbak, az égboltot egyre nagyobb távcsövekkel, nagyobb látómezőjű érzékeny detektorokkal figyeljük, és egyszerűen 10-15 év most már azt gondolom, hogy egy ilyen DBSZ-ki üstökös felfedezés, ekvivalens égítés felfedezésének az időskálája. Dobja nekem a labdákat, köszönöm szépen, leütöm, amennyire tudom. A túlélés. Igen. Hát, vannak a kiváltságosok, akik fogják magukat, aztán felszállnak és túlélnek. Hát az se olyan egyszerű nyilván, és itt látjuk ennek a filmnek a végén, na ez már tényleg a poén része, amit ha valaki még nem látta a filmet, akkor bocsánat. De a túlélők egy olyan helyre mennek, amiről fogalmunk nincsen nyilván, hisz nem járunk ott. Nem járunk oda. Nem járunk oda, így van.
ugye ilyen értelemben elszakadt a dolog, ilyen értelemben egy tekintetés cifinek. Ha eddig nem mondtuk volna, hogy egy cifinek is tekintetés, nem egy jelenkor elképzelt univerzum, vagy jelenkor elképzelt valóságának a dokumentumfilmjét. Szóval lényeg az, hogy ugye a lakható exobolygó kérdéskörét érinti a film legvége. És ugye ezt most még 2022 elején nem tudjuk biztosan megmondani, hogy nézd, ha oda mész, akkor ott túl fogsz élni. Ugye 22 ezer évig repülnek, 22 mire valahol eljutnak. Valameddig eljutnak, ugye ez véletlenül a Proxima Centauri lehetett, és annak a lakható zónába keringő bolygója, hiszen az van olyan távolságban, ami az a jelenlegi űrtechnikával 60 ezer ezért nem jó játékfilmet készíteni, úgyhogy csillagász is megnézi. De én úgy élveztem, mint az atom. Tehát én el tudok vonatkoztatni a tudományos, mondjuk így sikamlós dolgokról, mert azt gondolom... Nem mondta, hogy nem is 22 ezer év, hanem 23.200? Azt mondtam, hogy 60 ezer év, de nem ez a lényeg, hanem mert egyébként nagyon jó tudományos szakértő tanácsadója volt a filmnek. Tehát egy Universe Today honlapon volt egy nagyon jó beszélgetés a szakmai szakértővel, tehát tényleg valódi csillagász dolgozott a rendező alá, aki a művészi szabadság eszközeivel jobbá tette didaktikai szempontból a történetet. Én ezért mondom azt, hogy ezek nem zavarnak, mert tudom azt, hogy az üzenet, a művészi szabadságon keresztül átadandó üzenet, az időnként kéri az elszakadást a kemény tudomány. Jó, a legközelebbi exobolygóra elmegyünk. 60 ezer évig utazunk, nincs eszközünk ma erre, de nem baj, nem lesz. Baj, lesz. Mit találunk ott? A fene tudja, ugye ez a klasszikus AFT-típusú kérdés, a fene tudja, hogy mi van ott. Ugye nem véletlenül építettünk meg az elmúlt mondjuk így 25 évben 10 milliárd dollárért egy nagyon drága csillagászati eszközt, a James Webb űrteleszkópot, mert annál az egyik legfontosabb tudományos cél az pontosan a lakható exobolygók, a más csillagok körül keringő bolygók keresése, kimutatása, bizonyítása, hogy attól még, hogy valami úgy néz ki, mint egy kacsa, és úgy totyog is, mint egy kacsa, vajon gágog-e? Mert valójában ezt fogja megnézni például a James Webb 2022 közepén elkezdődő tudományos küldetése során, hogy ami jó helyen kering a csillaga körül, és olybá tűnik, hogy jó a mérete, jó a tömege, van is rajta valami levegőnek látszó dolog, hogy ott esetleg tényleg kialakult-e élet. Ez például 5-6 év múlva egy empirikus tudomány lesz. Hogy ez komolyan vehető vagy sem. Most még sci-fi határterülete, de pontosan azért költött... 5-6 éven belül lesznek erről konkrét adataink? Igen. Vitatkozni fogunk róla, ez senki ne értse félre. Tehát a tudomány... De az jó a tudománynak. Sokszor, hogy mondjam, a tudomány nagyon sokan félreértik, vagy sokszor félreértik, hogy a tudomány módszere a vita. Fölfedezünk valamit, akkor azt megnézzük, akkor más is megnézi, akkor esetleg más találnak, és akkor elkezdenek vitatkozni, és akkor jön egy harmadik, ugye, szóval van ez a vicc, hogy küzdenek a partizánok, meg küzdenek a megszállók, és aztán jön a csősz, és mindenkit kizavar az erdőből haza, mert nem ez a helyzet. Tehát vitatkozik az egyik tábor, vitatkozik a másik tábor, és aztán jön az ember, aki érti a valóságot, és akkor megmondja a tutit. Nyilván az egy több éves folyamat lesz, mire az első komolyan vehető detektálástól eljutunk oda, hogy azt mondjuk, hogy igen, ez tényleg. És akkor már a Nobel-díj bizottsággal gondolkozik, hogy ez biológiai Nobel-díj, vagy hát nem is tudom, élettudományi Nobel-díj, vagy fizikai Nobel-díj. Vagy majd arról a bolygóról az valaki, aki esetleg azt mondja, hogy tényleg ilyen vagyok, vagy azt mondja, hogy hát ez köze nincs hozzátok, gyerekek. Ez milyen izgi lenne? Én nagy sci-fi kedvelő vagyok, ha ez még nem derült volna ki. Az, ami különösképpen érdekes a 24. század tudományában, nem csak a csillagászat, asztrofizika, nagyon sok területen látjuk ezt, hogy a 50 évvel ezelőtt is sci-fi történetek megelevenednek a szaklapok oldalain. Tehát én csak egy tényleg, hogy nem a csillagászatról beszélek. Én a Analog című science fiction magazinban, 70-es évek egyik példányában, tehát egy 50 éves kiadványban lényegében olvastam egyszer egy novellától, a szereplőket beküldték egy házba, amit bekameráztak minden szobasarokba, és akkor ott éltek. Ismerős a felütés? Hát nem látunk ilyet a tévében, nem látunk még soha. Ilyet a tévében soha. És ez egy sci-fi novella volt, ami valójában a pszichológia határait mondjuk így tágította ki a sci-fi irodalom. Hát a Big Brother meg a való világ is alapvetően egy pszichológiai kísérlet. Pszichológiai kísérlet, így van. Legfeljebb beleavatkozik a szerkesztő. És az ilyen témákra fogékony science fiction szerzők ezt képesek mondjuk így a
sci-fi határt, tehát a tudomány és fantázia összeházasításával eljátszani egy ilyen kis gondolat. De voltak éppen ez a csillagászattól, meg az űrkutatástól sincs annyira messze, mert hát az űrutazás az valami hasonló lesz. Hát tehát persze. Másképp nehéz elképzelni, mint ezek össze vannak zárva, aztán igen, túl kell élni. Ezt túl kell élni, tehát a lényeg az, hogy itt nagyon, és hát az biztos, hogy ott nagyon komoly pszichológiai, hogy mondjam, elővizsgálatok szükségesek az, hogy akár csak fél évre elküldjünk öt embert úgy, hogy a Föld mondjuk, mit tudom én, két fényóra távol, vagy egy fényóra, vagy fél fényóra távolságra van. Tehát mit én, a Józsi meg akar ölni, szólok segítséget kérően a Földnek, és 30 perc múlva hallja Houston, és akkor válaszol, hogy Józsi, ne tedd ezt, és akkor még 30 perc, és akkor egy óra múlva Józsi vagy hallja, vagy éppen vágja le a fülemet már. Tehát a lényeg az, hogy ez egy nagyon komoly pszichológiai kihívás. A Józsival nem utazunk. Viszont ha elmegyünk egy ilyen exobolygóra, és azt mondjuk itt a Földön róla, hogy ez egy élhető, lakható bolygó. Biztos, hogy az lakott? Nem biztos. Semmi se. Hát ezek olyan nehéz kérdések. Ugye ez az olcsó válaszom az az, hogy hát nem tudom, hát mit tudom én? Hát ilyen még nincsen. Bárcsak tudnánk. Én nagyon, nagyon szurkolok, hogy ezek a kutatások tényleg eredményre vezessenek. Az, hogy egy hely lakható, az még nem biztos, hogy lakottá is teszi. Ugye itt van egy olyan tudományos kérdés, amit úgy lehet megfogalmazni, hogy mi az élet kialakul a valószínűsége. Jelenleg ezt nem tudjuk, mert egy darab a mérési pontunk van, úgy hívják, hogy Föld. Lehet, hogy a mi létezésünk egy kozmikus lottóötösnek az eredménye, és lehet, hogy 14 milliárd éves univerzumban egyszer következett be itt a Földön. Akkor mi vagyunk az anomália. És mi vagyunk az anomália. És ezt nem tudjuk. És például ezért tekintem nagyon fontosnak itt a naprendszerben az in situ, a helyszíni kutatásokat a Marson. Ami leginkább emlékeztet a Földre a naprendszerben. A Jupiter jeges holdjain, különösképpen az Európán, ahol valójában háromszor annyi víz van, mint a Földön, csak éppen van egy jégkéreg fölötte, de ott van 100 kilométernyi víz, ahol vulkánok melegítik a dolgokat. A Földön is ismerünk olyan extremofil lényeket, amik hát nem foglalkoznak a napfény igényével, hanem óceánok mélyén ilyen repedések be a forró, föltörő, termikus főforrások környékén éldegélnek boldogan, míg meg nem halnak. Hát, hogyha definiálható boldogság ilyen állatok, ilyen élőlények esetében. Szóval, mert ha már egy darab pontot találunk a Földön kívül, akár a Marson, akár az Európán, akár a Szaturnusz Titán holdján, vagy az Enceladuson, ami ugye jégvulkánokat spriccel kifelé folyamatosan, mert ott is van folyékony víz a jégkéreg alatt, akkor már valami szám lesz a nullához képest, az élet kialakulása. De akkor ezzel azt is kimerjük mondani, hogy ez a nap nem is kell voltak éppen. Mert hogy amikről beszélünk, azok a jég alatt vannak, és olyan távolságra a naptól, hogy szinte nincs is befolyása. Hát a Mars esetében azt kell mondani, hogy a Mars régen legalább annyira lakható volt, mint most a Föld. Vagy ezt még biztosan tudjuk? Hát nézze, az biztos, hogy rengeteg folyadék volt a felszín, tehát a tudományos konszenzus az arról szól, hogy a naprendszer kezdetén a Marson sokkal barátibb, életbarátibb klíma volt, mint a Földön. Ugye mindenütt folyónyomok, tengernyomok. Azt gondoljuk, hogy a Mars fele egy hatalmas vízfelület volt, és akkor lehet filozofálni, hogy akkor az egy tó egy nagy kontinens közepén, vagy egy sziget egy nagy tenger közepén, mert fele száraz, fele víz. De nem volt elég nagy tömege a bolygónak, ezért aztán elvesztette a légkörét, ezért aztán elpárolgott a víz, a napsugárzás fölbontotta a hidrogénre, oxigénre, a hidrogén elszökött, és a víznek a nagy része behúzódott a felszín alá. De régen lehet, hogy volt élet, és például a kutatások nem a jelenlegi marsi életre fókuszálnak elsősorban, hanem hogy a múltban volt-e. Mert ha volt, akkor ki lehet azt mondani, hogy legalább két helyen kialakul az élet, és akkor a valószínűsége az egy nullától különböző szám. Fölszorozzuk az összes csillag összes bolygójának a számával, és kijön, hogy lehet, hogy 20 000 élő bolygó van a tejútrendszerben, és akkor már rájövünk, hogy nem exkrementummal gurigázunk, hanem tényleg valódi számokkal tudunk operálni. Az nem lehetséges, hogy amit találunk mondjuk a saját naprendszerünkben, ott voltak éppen ezeket a bolygókat, mi a Föld szennyeztük be élettel? Hát, vagy lehet, hogy ők szennyeztek be minket. Vagy az is, persze. Ugye ilyen értelemben azt hiszem talán Almár Iván egyik űrkutatási könyvének a végén volt, talán az Almár Ivánnak egyik könyvében olvastam ezt, hogy lehet, hogy a Mars fertőzte meg a Földet, és az igazi Mars lakók mi vagyunk. Ezt nem tudjuk, ezért kell a Marssal foglalkozni. Nem azért, mert a Mars az egy B-terv lenne egy lakhatatlanná váló Föld mellett. Ugye ez is egy nagyon gyakori sztereotíp félreértés, hogy mit tudom én,
gazdag amerikai milliárdosok azért akarnak marsi kolóniákat építeni, mert hogy az lesz majd a B-terv, hogyha a Föld lakhatatlanná válik. Nem, a Mars erre nem alkalmas. Tehát a Mars... Sosem lesz belőle lakható bolygó már? Hát a Mars terraformálás az egy olyan kérdés, ami egy rajtunk messze túlmutató dolog. Lehet, hogy majd 1000 év múlva az emberiség képes lesz erre. Utoljára Arnold Schwarzenegger próbálkozott ezzel az Emlékmás című filmbe. Neki ez 3 perc alatt sikerült, a szemgolyói kidolgattak rendkívül, hogy mondjam, ő nagyon erős ember volt, és neki sikerült, de nekünk ez nem fog sikerülni. A mi életünkben ez biztosan kiállt. Akkor a Holddal például, a Hold kolóniákkal mit akarunk? Az egy nagyon konkrét terv. Az egy nagyon konkrét terv, mert itt van közel. Ugye annak idején megkérdezték aki 53-ban fölmászott a Mount Everest, hogy miért ment rá föl, ha azért, mert ott volt. Tehát ugye miért megyünk a Holdra, azért, mert itt van. Egyrészt, másrészt, mert ténylegesen 1,3 fénymásodpercre, ha Józsi jön nekem a késsel, akkor a Föld már 3 másodperc múlva erről tud mondani nekem valamit. Tehát közel van, elérhető. Vedd el tőle a kést. Igen, vedd el tőle a kést. És van rajta egyébként ez a holdi kolónia, ez egy nagyon érdekes dolog. Ugye a Hold, ugye nincs légköre. Amikor nappal van, 150 fok van, plusz 150. Amikor éjszaka van, mínusz 110. 260 fokos hőingás van a Hold felszínén. Én ezt űrhajósként nem szeretném átélni, hogy hol megpörkölődök, hol szétfagyok. A Holdnak a déli pólusán van egy nagyjából Budapest nagykörúton belüli térségével ekvivalens méretű felület. A Hold belvárosa. A Hold belvárosa, a Shackleton nevű kráter mellett egy régió, ahol soha nem nyugszik le a nap. Onnan nézve a nap szépen körbe megy a horizonton 28 nap alatt. Az mondjuk gyönyörű lehet. Az egy nagyon szép látvány lett, én nagyon szeretnék, tehát hogyha majd lesz erre lehetőség, akkor szélesen meglátogatnám. De a lényeg az, hogy ott például konstans hőmérsékleti viszonyok kialakíthatók, mindig lehet napenergiához jutni, bármikor, nincs éjszaka, és mellette ott van egy bazimei kráter, aminek az aljáról azt gondoljuk, hogy jég van a mélyén. A jég az nagyon fontos, mert az víz, azt föl lehet bontani oxigénre, azt be tudjuk lélegezni, föl tudjuk bontani hidrogénre, azzal tudunk energiát termelni, úgy általában éve is jobb, hogyha egy ilyen vizet nem 1 millió dollárért viszünk, vagy mint egy 30 millió forintért viszünk fel a Holdra, hanem ott helyszínen hasznosítjuk. Na de hogyha ott van víz, akkor a Holdon volt víz valaha? Nem, ez nem, hát ugye a Földből alakult ki, ezt gondoljuk. Tehát nyilván a kezdetén a Földből kiszakadt egy nagy darab valami, mert egy Mars méretű testbe csapódott, ezen 30 millió évvel a naprendszer kialakulása után következett be, akkor a Föld maga is elég száraz volt, tehát sok víz a Holdon soha nem volt. Viszont azt gondoljuk, hogy a Földre is a vizet egyébként külső égitestek szállított. Azon vitatkoznak a tudósok, hogy ezek ilyen vizes kisbolygók, vagy konkrétan ilyen nagy üstökös bolygók voltak, vagy lettek volna. Én azt szoktam mondani, hogy egyszerűség kedvére, hogy a üstökösök hozták a vizet a Föld felszínére. Ez egy kicsit csúsztatás, de a lényeget megfogja. De nekik honnan volt? Onnan, hogyha megnézzük, hogy milyen elemek vannak az univerzumban, hidrogén-hélium, ősrobbanás, utána szén, nitrogén, oxigén, a csillagok magjában zajló atommag keletkezés, tehát a nukleáris reakciók ilyen kozmikus elemgyakoriságot hoznak létre, tehát a hidrogén és az oxigén az az 5 leggyakoribb elemből 2. Tehát víz mindenütt van a világegyetemben, a természetben, és azért vízben, jégben dús égitestek is vannak, és a Holdra azt gondoljuk, hogy üstökös maguk becsapódásai vitték. És a Shackleton kráter alján is, ahová szeretne Európa, Amerika, Kanada, Kína ország. Talán. A Kína nem biztos, hogy oda akar menni, tehát ott van feszültség, hogy a kínaiak és az oroszok egyébként, nekik van egy közös aláírt szándéknyilatkozatuk, közös holdbázis létrehozása, hogy ők hova mennének. Szóval a Shackleton kráter környékén remélhetőleg nem az első földön kívüli háborút kirobbantva, szeretnénk legalább egy holdi űrbázist létrehozni, és az egy alkalmas helyszín, és hát most a jelenlegi tervek szerint a NASA is, az ESA is, az Európai Ügynökség, a Kanadai Ügynökség, sőt még a japánok is. A japán miniszterelnök december végén egy ilyen magas szintű policy egyeztetésen kimondta azt, hogy a 20-as évek második felében japán űrhajós szeretne küldeni az űrbe, és aktívan részt kívánnak venni a Hold körüli gateway, átjátszó állomás felfejlesztésébe és kiépítésébe. Tehát miért a Hold? Mert itt van a közelben, vannak rajta érdekes helyek, ahol lehet
technológiát fejleszteni. Ugye én tőlem azt várja mindenki, hogy a tudomány álláspontját képviseljem. Ez a Holdra való visszatérésben is nyilván lesz tudományos eredményesség, tudományos kutatás, de szerintem itt a technológia fejlesztés. Tehát alapvetően a gazdaság, a pénz működteti, és nem annyira a tudás iránti igény. Hát ugye nézze, kettő összefügg persze. A nenész felből kiderült, hogy mi az a három dolog, ami mozgat minket, a pénz, a hatalom és a szex. Tetszik, nem tetszik, ebből állunk mi gyarló emberek. Hát ebből az utóbbit a Hold kapcsán most ne fejtsük ki olyan nagyon. Érdekes kísérlet lenne az is, viszont azt mondta, hogy a gateway létrehozása. Igen. Mert hogy az a realitás, hogy a Hold lesz a ugróbázis? Ez egy elképzelés, ehhez még azért létre kell hozni azt a ipari háttérbázist, hogy űrbéli nyersanyagokból a helyszínen építsünk dolgokat. Az Európai Űrügynökség már legalább 15 éve vizsgálja azt, hogy 3D-s nyomtatás technológiával a holdi nyersanyagokból ott létrehozni dolgokat, mert innen a földi gravitációs potenciál gödör aljáról, a föld tömegvonzásából kiszakítani a nyersanyagokat, és aztán odavinni és ott építgetni dolgokat, az nagyon nem költséghatékony. Na, de ott meg pont a gravitáció majdhogy nem hiánya az, ami a nehézség. Hát miért lenne az nehézség? Hát kérdezem. Ezt egy 3D-s printeres szakember tudja nekem megmondani, hogy ez mennyire nehézség. Én úgy érzem, hogy intuitíve, egy fizikusi intuícióval szerintem nem nehézség, hanem éppen egy könnyebbség. Ja, ezt ne úgy képzeljük, hogy a nyomtató ott lebeg a Hold fölött. Nem, aztán meg eleve a Holdon azért ott van 1/6 gravitáció, tehát én is legalább 15-6-7 kilós lennék a Hold felszín, tehát nem lebegnék itt ki a székből sajnos. Szóval a lényeg az, hogy ez egy olyan féle ipari bázist kell kifejleszteni, az, hogy a gateway tényleg egy ilyen ugródeszka legyen például a Mars felé, ami szerintem ebben az évtizedben még nem reális, hogy megvalósuljon, de a következő évtizedben már igen. Tehát a 30-as években szerintem nagyon sok áttörést fogunk látni. Ez a 21. század, miközben a 20. század lett az űrkutatás évszázada, de ez lesz az igazán elképesztő áttörés? Ha nem öljük meg magunkat, akkor igen. Hát ugye jól lehet látni, hogy egyrészt fölélett a nagyhatalmi vetélkedés miatt a politikai hajlam az űrbéli fejlesztésekre. Én viszont örömmel üdvözlöm azt, hogy a magángazdaság is megjelent. Tehát gazdag magánemberek pénzt akarnak keresni az űrből. Ezt teszi majd fönntartható ezt az egész aktivitást. Mert pusztán csak presztízs szempontok, hogy na, oda megyünk a Holdra, az első embert fölküldjük. Ez megtörtént 69-ben. És aztán 50 év eltelt, 53 év lassan eltelt, és azóta nem járt ember. Most nyilván a Mars lenne a következő hasonló kihívás, de úgy látszik, hogy ott meg a magántőke lesz a győztes. Hát ezt még nem látjuk biztosan, mert azért ott, hogy mondjam, tehát aki ért mondjuk a sugárterhelés kérdéseihez, azért alapvetően mosolyogni szokott azon, hogy akkor 5 év múlva már embereket küldünk egy marsi expedícióra. Már eleve a fél éves utazás, ha fél éves az utazás, másrészt a Marson a globális, vagy hát areális, tehát a teljes bolygóra kiterjedő magnetoszféra, tehát mágneses térnek a hiánya is, mind-mind arra utal, hogy a Marsra utazni kívánók hatalmas sugárterhelésnek lesznek kitéve. Nem azt mondom, hogy mintha a csernobili reaktorba sétálgatnának mesztelenül, de életet veszélyeztető módon nagy sugárterhelést kapnak, ha nem gondoskodunk a védelemről, tehát ezért mondom azt, hogy a szakértők... Az pedig nem megoldott? Hát jelenleg nem. Ugye a energiakutató, ugye a KFK-i területén a energiakutató központ, aki egyébként a gateway-nél pont a sugárzás és dózismérésben vállalt feladatokat és kapott egy nagyon komoly megbízást az Európai Ügynökségtől, ők mondják, hogy Laci, hát ez hülyeség, amikor beszélgetek emberekkel, hát ott azok nem élnék túl azt a fél év plusz, ott mint egy hétig csináljuk a szelfiket a fehér, szép, keretes, négyzetes fotókhoz, és aztán még fél év, amíg visszajövünk, hogy az nem föltétlenül élnék túl a jelenlegi űrhajósok, nem föltétlenül azonnali halállal, de mondjuk így azt, hogy az élet, a várható élettartamuk jelentős. De hát közben toboroznak marsutazásra utasokat. Hát most erre mit mondjak? Hát az emberi, hát mondjam, fogalmazunk úgy, hogy a toborzók... Elon Musk, ha jól emlékszem, az ő projektje. Hát ők ebben nagyon bíznak, hogy ez megvalósítható. Én abba bízok, és ezt tényleg információ hiányában csak így tudom megfogalmazni, hogy abba bízok, hogy például ezeket a problémákat, ami az űrhajósok életét veszélyezteti, gondolni fognak. Hiszen, ha ma kellene például az Apollo programot megvalósítani, szinte biztosan nem menne, mert ott oly mértékben nagy volt a halálos kimenetű kísérleteknek az aránya, hogy azt ma már egy állami cég, állami szfér, állami hivatal sem vállalná be. Ugye az űrrepülőgépeket is azért állították le 2010-ben, 2011-ben, mert
túl nagy számban robbantak föl, vagy semmisültek meg visszatérés közben, és ezáltal túl sok űrhajós veszett oda, és egyszerűen a túlélési arány az oly alacsonnyá vált, hogy azt mondták, hogy ezt mi nem vállaljuk be. És az Apollo programnál még nagyobb volt valójában a veszteség. Már akkor erről nem nagyon beszéltek. Mert akkor azt mondta Kennedy, hogy ti az évtized végére a Holdra megyünk. Aztán ugye Dallasba lelőtték, de a maga a gondolat túlélt, én azt gondolom, hogy szerencsére. Rendkívül sajnálatos, hogy őt egyébként Dallasban ugye a végzetes golyók elérték, mert ki tudja, hogyan alakult volna a 60-as évek, hogyha a Kennedy kiszolgál két ciklust, ez egy érdekes sci-fi történet egyébként. Egyébként igen, például a vietnami háború tekintetében. Például, egész másképp történt volna a világtörténet. Visszakanyarodva az induláshoz, ha már ez is szóba került, mondom, dobja a labdákat, én próbálkozom. Azt biztosan tudjuk, hogy az oroszoknál Gagarin volt az első? És Tereskova volt az első nő? Mit tudunk biztosan a múltból? Tehát a múlt az majdnem egy... Hát ugye az Apollóról ma már tudjuk, hogy mennyien vesztették az életüket. Elég sok mindent. Ugye az orosz iratokhoz való hozzáférésnél a transzparencia az még mindig elmarad, mondjuk az amerikai iratokhoz való hozzáférésnél. Tehát én azt gondolom, hogy a orosz, szovjet-orosz időknek a dokumentáltság eleve lehet, hogy már eleve hiányosabb volt, nem annyira dokumentálták le a dolgokat. Másrészt pedig hát a titkosításokat nem feltétlen 10 évre hozták meg, mint bizonyos esetekben szokás, hanem lehet, hogy 50 vagy 100 évre, és igazából már ki tudja, hogy léteznek-e azok az iratok. Tehát én a transzparencia híve vagyok általában véve, és engem nagyon érdekel, hogy az oroszok pontosan miket is csináltak, de pontosan azért, mert az űr az egy risky business, mondja a művelt francia, tehát egy kockázatos üzlet, ezért az elején biztosan sok veszteség volt, amire nem büszke senki sem, és nyilvánvalóan ezt nem tűzték a kalapjuk mellé. Tehát én azt gondolom, hogy az irattárakban még létezhetnek meglepetés. Hát fölszínre hozó iratok, amikről ma még nem tudom semmit. A mai tervekben a mortalitással számolnak általában? Tehát azzal, hogy a Holdra megyünk, és ott balesetek, ez az amaz történik, hány százalékát veszítjük el a kolóniának? Egy Mars utazásnál, ha reálisan nézzük, és mondjuk meg vannak védve a sugárzástól, akkor is mekkora a kockázat? Vannak ilyen számítások? A kockázat elemzés minden űrprojektnél egy rendkívül fontos feladat. Én az Európai Ügynökségnél csak egy tudományos programban voltam, meg vagyok mindmáig résztvevő, a Keops űrtávcsinél. Ott olyan kockázatkezelési táblázatokat kellett kitöltenünk, hogy milyen típusú esemény, mekkora valószínűség, mekkora hatás, a kettő szorzata kiad egy kockázatot, és mi az, ami még tolerálható, mi az, ami nem, hogyan kell ezt csökkenteni. Tehát én azt gondolom, hogy ezt komolyan vett projektek esetén komoly szakemberi háttérbázis igenis végigszámolja. Igen. És megmondanak a kritériumokat, hogy e fölé nem mehetünk. Én másképp nem csinálnám. Ebből a szempontból ez egy másik világ már azért, mint a 20. század. Hát szerintem sokat tanultunk az űrkutatásnak az első 50 évéből, és nem véletlenül álltak le azok a dolgok. Nem csak azért, mert a politikai presztízs azt mondta, hogy jó, oda mentünk, miénk az elsőbség, innentől lapozzunk, mi a következő kihívás, hanem mert igenis azért volt egy érése a folyamatnak, hogy igen, akkor jobban értsük meg, hogy mit hogy kell csinálni. Ugye azt kell látni, hogy egy űrprogramnak a terv kipattanásától a megvalósulásig tartó időszaka, az tipikusan évtizedekben mérhető. Számtalan politikai cikluson átívelő egy űrprogram. Ugye a James Webbről, ugye beszéltünk már, említettük az mindjárt fogunk is még. Ugye 97-ben már megfogalmazódott a koncepció, hogy Next Generation Space Telescope címet. 97, az 25 évvel ezelőtt volt. Már összes Bill Clinton volt az elnök, ha jól emlékszem. Talán éppen a második ciklusát, talán már a kék ruhát nézegették ott a vizsgálatban, a kongresszusban, de a lényeg az, hogy kék ruha az nem az övé volt, nem az egy jól ismert hölgyét. Igen. Szóval a lényeg az, hogy átívelt végtelen számú adminisztráción, és most repült végre. Tehát, hogy mondjam, az űrkutatásban az időskálák egész mások, mint amihez a döntéshozók hozzászoktak. Ezzel a James Webb űrteleszkóppal egyrészt ugye sokkal később készült el, mint ahogy el kellett volna készülni, irgalmatlan összeggel lett drágább, mint ahogy az eredeti tervek szerint működött, mennyi egyébként egy hordozó, egy repülőgép hordozónak mondjuk így a becsült költsége? Amit tudom én. Szerintem 100 milliárd környékén van. Tehát mondjuk így az, hogy néhány F, nem tudom most éppen mi a sorszám, 18-as, 22-es, nemrég olvastam egy jövőbeli 2034 világháború könyvet, abban F-35-ösök voltak, szerintem olyan még nincsen. Szóval a lényeg az, hogy ez soknak tűnik, az, hogy 10 milliárd dollár 25 év alatt, de ha azt leosztjuk mondjuk így azt, hogy mennyi idő alatt, és valójában ez csak a hétköznapi ember szintjén sok. Jó, nyilván nagyon drága. De kész van.
kinyílt minden eszköz, minden részecske, tehát működésképesnek látszik. 18 ilyen tükörcsempe kinyílt nemrégiben, és ezeknek a pontos beállítását, könyörgöm, 6,5 méter átmérőjű ilyen mikronnál, azaz a milliméter ezred részénél pontosabban kiszámolt felületet ki kell rakni ezzel a 18 tükör csempével. Ez még egy hónapokig tartó folyamat. Ez önmagától megy, ezt ő csinálja, vagy nem, ez interaktíven a földi távirányítás révén. Ugye 1,5 millió kilométerre tőlünk, az már ugye azt mondja az ember, hogy 5 fénymásodperc, tehát ott jó meg kell gondolni, hogy ha elküldöm az entert, akkor az 5 másodperc múlva történik, és hogyha ott valami eltörik, akkor véletlenül elvesztem az állásomat. Tehát a lényeg az, hogy... meg egy csempét. Meg egy, hát nem feltétlenül veszítünk egy csempét. Tehát 120-valahány aktuátor, tehát ilyen tükörmozgatóval lesz ez a 18 tükör rész, ilyen mozaik tükör, beállítva, hogy egy darab felületet létrehozzon, és ezzel megvalósuljon minden idők legnagyobb fénygyűjtő képességű teleszkóp. Ez most fogja látni az exobolygókról azt, amit eddig nem látunk, erről már beszéltünk. Valamennyi kíván erről sokkal többet lehetne, de most ezt pipáljuk ki. De hova látunk még? Hát mindenhova, ahonnan hősugarak jönnek. Ugye, hogyha most lecserélnénk a kamerát egy hőkamerára, egy 10 mikronos hullámhosszon működő hőkamerára, ilyenek működnek például a betörések ellen védett telephelyeken, mert mi, mint emberi testek, én önre nézek, és azt mondom, hogy 310 kelvines hőmérsékletű teste lehet, ha nincsen éppen láza, akkor valójában az ön teste sugároz, világít fáklyaként 10 mikronos hullámhosszon. A James Webb például 10 mikronos hullámhosszon is fog vizsgálódni. Tehát azon a hőmérsékleten, a mi testünkkel ekvivalens hőmérsékletű dolgok világítanak. Tehát ha én elég nagy lennék, akkor valamelyik csillag közeléből látszódnak. Látszódnak, igen. Tehát a lényeg az, hogy ez a csillagászatban egy 300 kelvines, tehát 30 fokos, 37 fokos objektum, az hideg, az hűvös. A csillagok azok több ezer fokosak. Egy bolygó felszínén mondjuk lehet ilyen hőmérséklet, lehet hidegebb is. Tehát a James Webb alapvetően a hideg univerzumot, a hideg égi testeket fogja itt a közelben vizsgálni. Tehát kialakuló csillagokat, kialakuló bolygókat, hogyan állnak össze azok a porcsomók, amelyek egyébként a látható fényben átláthatatlanok, de James Webb hullámhosszán átlátszanak. Van egy ilyen érdekes tulajdonsága a csillagközi pornak, hogy infrában néhány mikronon, mint hat se lenne. Hirtelen lehull az álca, tehát megnézzük, hogy az a csodaszép velencei maszk mögött egy kedves fiatal bőrű hölgy van, vagy egy ráncos öreg néni, aki csak elrejti magát. Már a csillagközi port is nehezen értelmezzük innen a földről, hát ezzel foglalkoznak. Hát a csillagok, amikor meghalnak, akkor belepöfögnek mindenféle anyagot a csillagközi térbe, és ebből csillagközi port. Ez a pöfögés. Ez a pöfögés, így ebből lesz a port. Milyen régre látunk vissza? Ugye ez önmagában egy izgalmas játék, hogy ha belenézünk egy távcsőbe, ezt nagyon nehéz megérteni, hogyha valakinek nem ez a szakmája. Hát mi se akkor hova látunk vissza? Nézze, mi se értjük valójában, nem foglalkozunk ezzel. Van az a kérdés, amit félre lehet tenni. Például meghalunk egyszer, foglalkozunk vele? Nem. Hát minden nap gondolunk. Rosszabb napokon, de nem foglalkozunk. Persze. Mi nem foglalkozunk azzal, hogy amit mi látunk, az éppen a múlt. Mi a fizikáját akarjuk megérteni az univerzumnak, tehát mi azt nézzük, hogy mit látunk a távcsőben. Most látjuk, tehát nekünk az most történik. A James Webb-nek az újdonsága ezzel az infravörös képességével az az, hogy minél messzebbre megyünk, ezt még Hubble fedezte föl, annál nagyobb sebességgel látszólag távolodnak tőlünk a galaxisok, a csillagvárosok. És ugye a helyzet az, hogy van egy olyan effektus, hogy Doppler effektus, ugye jön felénk a mentőautó, magasabb hangot hallunk, ha távolodik tőlünk, mert szerencsénk van és nem hozzánk jön, akkor mélyebb hangot hallunk. A távolodó fényforrások fénye a vörös felé eltolódik, pont úgy, mint a távolodó mentőautónak a hangja. A nagy távolságban lévő éppen keletkező galaxisok fénye ma már innen, ahonnan visszanézünk a múltba, az az infravörös tartományban látszik. A Hubble, ami egy nagyon jó űrteleszkóp, 32 éve működik, már nagyon örülünk, véletlenül utoljára lesz idén kettő, az ennediken év a kora éppen, ugye 2005-én az 32. Tehát a lényeg az, hogy ő nem látta ezt a sugárzást. Ő az optikai tartományban, látható fénytartományban, és egy picikét belelátott az infravörösbe. A James Webb ezzel szemben sokkal mélyebbre lát az infravörösben, sokkal nagyobb távolságból érkező, és a távolság miatt már az infravörös hősugarak tartományba csúszott fényt is látni fogja. Magát az ősrobbanás nem fogja látni, ezt senki ne értse félre. De annyira visszamegyünk az ősrobbanásig szinte? Nem, azt a rádiócsillagászok csinálják, amikor a mikrohullámú háttérsugárzást felfedezték 60 évvel ezelőtt, az volt az ősrobbanásnak a fénye.
A James Webb egy közbülső szakaszt fog látni, amikor a legelső kozmikus struktúrák, az anyag, amikor elkezdett összeállni és létrehozni galaxisokat, galaxis halmazokat. A legelső csillagok. Az elméletek azt mondják, hogy a legelső csillagok ilyen 100-200 naptömegű behemótok voltak, amelyek nagyon gyorsan, akár pár százezer év alatt fölrobbantak és beszennyezték azt a anyagot, amiből aztán az én testem is. Ez itt például, ez biztosan egy ilyen csillagrobbanásokkor keletkezett. Meg hát valójában ez minden, ami bennem van. Tehát a lényeg az, hogy ezeket is látni fogja. Ugye a Csillagászati Intézetben van egy kutatócsoport, akik például a legelső csillagrobbanásokat szeretné majd a James Webb-el tanulmányozni. Na mi a fene történt ott a első, mit tudom én, 1-2-3 millió évben, esetleg első 10 millió évben? Ami ugye a világmindenség korához képest, tehát tényleg a csecsemőkor. Hát a csecsemőkor, nyilvánvalóan önmagunkat nem fogjuk látni, a tejútrendszer ott most éppen kialakul, ezt senki ne értse fél, a tejútrendszert azt itt kell vizsgálni, de tejútrendszerünk testvéreinek a kialakulását azt látni fogjuk, és ez azért érdekes. Miért érdekes ez egész? Ugye ha én biológus lennék, akkor tanulmányozhatném a fák életét úgy, hogy elvetek egy magot, és akkor élek 60 évig, és akkor megnézem, hogy 60 év alatt mi történik egy fával, és akkor mielőtt meghalok, írok egy cikket a fák életéről. A másik lehetőség, hogy kimegyek az erdőbe, és akkor megnézem a pici sarjakat, a fiatal fákat, a nagy erőteljes törzseket, a már omladozó, korhadozó, és a legvégén elpusztuló fatörzseket, és akkor föl tudom építeni akár egy délután során egy fa fejlődési ciklusát. Nekünk ezek a fiatal sarjak ott vannak az univerzum peremén, és a James Webb ezeket fogja majd látni az infravörös tartományban. A teremtés mítoszával ez hogy fér össze? Ugye, ha minél jobbak a távcsöveink, annál mélyebbre megyünk bele egy olyan kérdéskörbe, ami lényegét tekintve fizikailag egyelőre magyarázatlan. Hát ez már spirituális terület. Ugye ehhez azt tudom elmondani, hogy ugye II. János Pál pápa, ő nagyon szerette a csillagászatot, ugye Arizonában a vatikáni obszervatóriumnak egy távcsövét is megfinanszírozta még a 80-as években, ezt pópszkópnak szokás mondjuk így becézni. Ugye a Castel Gandolfo egyébként Róma mellett a vatikáni obszervatóriumnak a központja, és valamikor még a 80-as években volt egy ilyen deklaráció, ugye a vatikáni obszervatóriumban jezsuita atyák a csillagászok, ők nagyon okos emberek egyébként, hogy elfogadják az ősrobbanás elméletét. Azt mondják, hogy hát a megfigyelési tények azt mutatják, hogy tudom én. És például a vatikáni obszervatórium, még egyszer, a vatikáni obszervatórium rendszeresen szervez például nyári iskolákat asztrobiológia témakörben. Mert egy nagyon érdekes kérdés, hogy hol lehet esetleg életet kimutatni, de még az is egy érdekes kérdés, hogy vajon őket Krisztus megváltotta. Na mindegy, tehát ezek sok érdekes kérdés, tehát a lényeg az, hogy például az egyházak egyáltalán az, hogy mi vizsgáljuk azt, hogy az univerzum hogyan működik, ez teljességgel összeegyeztethető azzal, hogy esetleg mögötte van egy felettes lény, ezt mi nem tudjuk, én ebben nem hiszek, én magamat, ha valaminek, akkor leginkább agnosztikusnak tekintem. De az, hogy mitől lett ez az egész, és ezzel kapcsolatban, hogy hogyan jött létre a mindenség, az ugye egy nagyon komoly matematikát igénylő elméleti fizikai kérdés és kutatásokat von maga után. És azt megérteni a Földön, 10-20 ember tudja, tehát én magam is igazából elhiszem, hogy mit mondanak nekem. És az elhiszem, van itt most a hangsúly, tulajdonképpen a Bibliát is elhihetem, ha akarom. Tehát ilyen értelemben én azt gondolom, hogy mi csillagászok, főleg én, mint megfelelő csillagász, azt vizsgálom, hogy milyen mechanizmusok hajtják a világegyetemünket, de hogy a mögötte azt én nem tudhatom, mert nem, ez egy számomra a tudomány eszközeivel jelenleg még biztosan elérhetetlen kérdés. Valaha az életben mi el fogunk tudni jutni az ősrobbanás elé, innen a Földről? Tehát befogható valóság lehet az, hogy az ősrobbanásra az anyagok hogy gyűjtek össze? Mondjam azt, hogy igen, egyébként. Mondja azt, amit gondol erről. Erre azt gondolom, hogy 2035-ben repülni fog. Lehet, hogy 36 lesz belőle, de repülni fog egy LISA nevű gravitációs hullámdetektor, amely gravitációs hullámdetektor 3 műholdból fog állni, ezek 1,5 millió kilométerre lesznek egymástól, lézernyalábokat fognak egymás felé kilőni, és azt nézik, hogy milyen gravitációs hullámok módosítják a tér fodrozódásaiként egymás között a távolság. Nem tudod, még értem? Szerintem nem, de a lényeg az, hogy a gravitációs hullámok, ami pár év ezelőtt Nobel-díjat eredményezett a LIGO program kutatóinak,
ez a műszer, a LISA, ez gyakorlatilag majdnem az ősrobbanásig vissza tud majd menni a legelső gravitációs hullámokat is, ami még távolabbról jön, mint a kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás, aki a nézők közül lehet, hogy néhányan értik pont, és akkor nekik ez esetleg újdonság. Többiek meg azt mondják, hogy beszél a csillagász össze-vissza pont úgy, mint a nem. Csillagászként meg kell tanulni azt, hogy mit kell elengedni? Persze. Tehát, hogy értem eddig, és az összes többre foglalkozom az, aki akar, persze, én erre koncentrálok. Az én fejem nem egy káptan. Tehát, hogy mondjam, ma már annyira specializálódtak a modern tudományok, hogy csoportok tudnak dolgozni egy komoly kérdésen, és a vezetőkutatóknál egyre erőteljesebb igényé válik a menedzser szemléletre való képesség, hogy hogyan kezeljünk adott esetben szuper egókkal bíró kutatókat, ahhoz, hogy egy célért összefogjanak. Az egók menedzselése nem egy triviális kérdés. És egyáltalán, ez egy nehéz feladat. Tehát a lényeg az, hogy persze, tehát nekünk specializálódott szakembereként össze kell fognunk adott esetben más területek kutatóival. Ez nem fájdalmas ahhoz képest, hogy mondjuk Kepler mindennel foglalkozhatott, amivel csak akart, és minden hozzátartozott, ha úgy tetszik. Hát nyilván ez más. Más korszak, másképp működik, ugye egy nagyiparivá vált a tudomány. A tudomány demokratizálódott. Ugye a 19. század végéig gazdag nemes emberek szórakozása volt a tudomány. Ugye az, hogy az egyetemek megnyíltak bárki számára, ez a 20. század eredmény. Az, hogy nők tudósokká válhattak. Ausztráliában a legelső PhD-val bíró fizikus a 70-es években kapta meg a diplomáját, 50 évvel ezelőtt. Tehát a nők teljesen ki voltak zárva. Nagy fizikus nő. Fizikus nő, igen. Tehát a lényeg az, hogy a tudomány demokratizálódott, és még most sem fejeződött be ez a folyamat, de ennek keretében sokkal többen foglalkozunk ma már tudománnyal, és hát igen, specializálódnunk kellett ahhoz, hogy úgymond mindig tudjunk valamilyen új eredményt elérni. Én ezt nem látom problémának, a tudományfejlődés ezt hozta magával. Olyanokat kérdeztem, amik gondolom a könyökén jönnek ki, tehát mikor lesz... Nem. Hát nem? Nem, megúsztuk, jól van. Nem, Zakó is megúszta, de hát azért mégis, hát a Mars utazás, a Hold kolónia, jön-e az aszteroida, meg mert ezek fontos meg kérdések, ősrobbanás persze. Hasonlók. De mi az, ami valójában, ténylegesen izgalomban tartja ma a csillagászatot? Szerintem az élet máshol, tehát a Földön kívüli életnek a kimutatása. És a kozmológia, tehát ugye van két olyan nagy kérdés, a sötét anyag, sötét energia, amiről most nem tudunk beszélni, nem is kell róla beszélni, de valójában a 21. század fizikájának az egyik legnagyobb rejtélye, hogy mi miből állunk. Az ön teste, az én testem, ez a nagyon szép stúdió, ez az univerzumban létező összes anyag energiának még az 5%-át sem teszi ki. És 95%-áról, amit hívhatunk sötét anyagnak, meg sötét energiának, semmit nem tudunk. Az egyiknek van gravitációja, tehát van tömegvonzása, a másik pedig gyorsítja az univerzum tágulását, ami teljesen szembe megy a hétköznapi intuícióval. Mi a franc ez? Semmit nem tudunk még róluk. Csillagászok felfedezték őket különböző korokban, volt, aki Nobel-díjat is kapott ezért, de magyarázat még nincsen rájuk, és ezek ma a jelenkor fizikájának, asztrofizikájának a legnagyobb kérdés. De igazából ezek nem megragadható, hanem kikövetkeztethető. Ezek mind közvetett módon, de hát könyörgöm, az exobolygók is közvetlenül szoktuk legtöbbjüket kimutatni a csillagra gyakorolt hatás alapján. Hát a Neptunus bolygót, a mi naprendszerünkben 1844-46-ban úgy fedezték fel, hogy észrevették, hogy az Uránus nem úgy kering a nap körül, ahogy Newton megjósolta. És akkor aztán kiszámolta egy égi mechanikus, hogy valami bolygónak ott lennie kell, elment Berlinbe, a német csillagász odafordult a távcsővével, és aznap este meg is találta. Ebből lett a Neptunus bolygó. Tehát a tudomány működik, bármennyire is szokás ezt ma megkérdőjelezni. És a jóslatokból aztán jön az empirikus tény, és ez előrehajtja az egészet. Van még felfedezetlen bolygó a mi naprendszerünkben? Ez egy nagyon érdekes kérdés, mert a Neptunuson túli égitesteknek az eloszlásán nagyon szeretnek vitatkozni emberek, olyan, mintha csomósodnának, és akkor van, akik azt posztulálják, hogy pont úgy, mint a Neptunusnak, van egy Planet 9, Planet X, tök mindegy, hogy hívjuk, ami a gravitációval összesöpörte a szemetet, általában azt mondják, hogy az ő helyzetével ellentétes helyen, az biztos, hogy ha van is, akkor nagyon messze van tőlünk, egy hideg, barna törpére, nagy földre emlékeztető valami lehet, de mondom még egyszer, még csak nagyon-nagyon közvetett jelek vannak arra, hogy valami még ott kint hát sétál a naprendszer. Szegény Plutót pedig lefokoztuk. Hát lefokoztuk, én is szavaztam. Az már nem bolygó. Ő már nem.
De jó volt, köszönöm szépen. Hát én is. Ez a napestig hallgatnám kategória. Köszönöm de szépen. Hát nem először majd is, nem lenne utoljára. Így legyen, Kis László volt a vendégünk, és köszönöm, hogyha figyeltek ránk. Egy hét múlva jön az újabb húzós, ugyanígy láthatják, és Kis Lászlót pedig legközelebb majd egy másik, egy aktuális csillagászati kérdésben fogjuk zaklatni szokás szerint. Köszönöm szépen. Köszönöm. Viszontlátásra.